Elkezdődött a második oltások beadása az iskolákban. A következő napokban csaknem 50 ezer diák kapja meg a vakcinát. Lövöldözés volt egy egyetemen Oroszországban. Több ember meghalt, a diákok egy része az ablakon menekült ki az épületből. Elkezdték elszállítani a migránsokat a texasi mexikói határról. Több mint 10 000-en gyűltek össze a texasi határhíd alatt. Kitört egy vulkán a Spanyolországhoz tartozó La Palma szigetén. Több mint 2 000 embert menekítettek ki a környékről. Ez a Híradó délben az M1-en és a Dunán. Jó napot kívánok, Ábrahám Viola vagyok. Elkezdődött a tömeges iskolai oltások második szakasza. A következő napokban mintegy 47 ezer olyan 12 és 17 év közötti diák kapja meg a második Pfizer vakcinát, akiket 3 hete az iskola kezdéskor oltottak be. Emellett azokat is várják, akik most határozták el, hogy szeretnék felvenni az oltást. Az elmúlt 3 napban összesen 1072 új fertőzöttet regisztráltak itthon, és 13-an vesztették életüket a vírus miatt. A fővárosi oltócsapatok hajnalban a központi Teve utcai telephelyről indultak az iskolákba. Hűtőtáskákkal felszerelkezve több mint 500 helyszínre szállították ki a vakcinát. Sára Botond kormánymegbízott azt mondta, a kampányoltás sikeres, a gyermekek és a pedagógusok beoltásával továbbra is biztosítható a jelenléti oktatás. A gyerekeknek a oltakozásának a procedúrájához másfajta pszichés vagy másfajta szakértelem szükséges. Ez kivétel nélkül gyerekházi orvosok végzik, akik egyébként amúgy is az iskolákban vannak jelen. A maga a logisztikai feladat az nem más, mint akár az idős otthonoknak, vagy a szociális otthonoknak volt az oltó kampányához szükséges előfeltételek, ez minden rendelkezésre áll. Az első után volt valami probléma? A debreceni klinika is részt vesz az oltóprogramban. Külön helyszínt jelöltek ki, ahova az iskolákból szervezetten érkeznek a diákok. 6 helyszínen végezzük ezeket az oltásokat, illetve több mobil oltópont is lesz, hisz olyan iskolákban, amik távol vannak, nem volt könnyen megközelíthető oda személyesen, oda a helyszínre kimegyünk. Tetszik negyedórát várni, jó? Közben az idősebbek oltása is folytatódik, a harmadik oltás után is van megfigyelés 15-20 perc. Ha letelt és nincs panaszt, lehet menni. A megerősítő vakcinát bárki kérhet ide, különösen ajánlják az időseknek és krónikus betegeknek. A harmadik oltás kaptam. Nagyon fontos magam és a társaim szempontjából. Védettek legyünk mindenkit, erre biztatok. A Miskolci kórházban egyszerre több oltópont működik. Kora reggelre és estére is biztosítanak időpontot, hogy mindenki, aki szeretné, megkaphassa az injekciót. Akik bekerülnek kórházba, illetve intenzív osztályra, azoknak több mint 90%-a az oltatlanok közül kerül be. Tehát mindenképpen javasolom azokat, hogy akik eddig ellenálltak, azok gondolják meg magukat, mert akár az életükkel vagy hozzátartozóik életével fizethetnek. A beoltottak száma folyamatosan emelkedik, már mintegy 5.860.000, több mint 5.571.000-en megkapták a második dózist, és 612.000-en vannak, akik felvették a harmadik oltást is. 1072 új koronavírus fertőzöttet azonosítottak az elmúlt 3 napban, és 13-an haltak meg a szövődményekben. Az aktív fertőzöttek száma meghaladta 7600-at. Kórházban 380 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 45-en vannak lélegeztetőgépen. Most pedig nézzük, hogy alakul a járványhelyzet Európában. Romániában mától újabb szigorítások léptek életbe. Csak védettségi igazolvánnyal lehet belépni, egyebek mellett az éttermekbe és a mozikba. A hétvégén rekordot döntött az egy nap alatt regisztrált új fertőzöttek száma. 24 óra alatt több mint 5400 embernél mutatták ki a vírust. Románia az egyik legkevésbé átoltott ország az Unióban. További részletek Székely Udvarhelyről, Száva Enikőtől. Sok városban elő kell készíteni a zöld igazolványt, annak például, aki kávéházban kezdeni a napot, már 115 olyan település van Romániában, ahol a fertőzöttségi arány magasabb, mint 3000-elig. Most ezekben a településeken, vagy ezeken a településeken a mozikba, a színházakba, a sporttermekbe, vagy más közösségi terekbe mától csak zöld igazolvánnyal lehet belépni. Ez az a bizonyos uniós COVID igazolvány.
Németországban stagnál az új fertőzöttek száma. A múlt héten nagyszabású oltási akciót szerveztek, amelynek keretében több százezren kérték a vakcinát, ám még mindig sokan nem oltatták be magukat. Berlinből Noll Katalin tudósított. A 60 év felettiek körében még mindig 4 millióan vannak, akik nem oltatták be magukat, és hát arra is felhívják a figyelmet Németországban, hogy nincs oltási kötelezettség, és pont ezért van szükség például szigorúbb szabályozásokra, hiszen az oltatlanoknak számolniuk kell annak a következményeivel, hogy nem oltatják be magukat. Belgium a hónap elején vörös színű lett az Európai Járványügyi és Betegség Megelőzési Központ térképén. Brüsszel ezen belül sötétvörös kódot kapott. Flandria ugyanakkor a legfrissebb hírek szerint ismét narancssárga lett, vagyis ott csökkent a 100 000 főre jutó fertőzések aránya. A legnagyobb gondot a kelet-belgiumi tartomány jelenti, ahol kedd óta riasztási szint van érvényben. Részletek Brüsszelből Baracka Esztertől. Egyértelműen látszik egyébként, hogy van összefüggés az átoltottság és a fertőzés növekedése között. Flandria teljes népessége körében 78%-os, tehát nagyon magas az átoltottság, Vallóniában mindössze 67%-os, és Brüsszel jelentősen le van maradva, ott csak 51%-os. Brüsszelen belül is vannak egyébként komoly eltérések. A szegényebb negyedekben, a legszegényebb kerületben, Molenbeekben a legalacsonyabb az átoltottság, mindössze 37%, és a mostani adatok azt mutatják, hogy itt is nő a legjobban a fertőzés. Lövöldözés volt az oroszországi Perm városának egyetemén. Legkevesebb 80 meghaltak, sokan megsebesültek. A támadót sikerült ártalmatlanítani és letartóztatni. Kiderült, az intézmény egyik diákja volt. Egyelőre nem tudni, miért nyitott tüzet. Nagy erőkkel vonultak ki a hatóságok az egyetemi kampuszra, az oroszországi Perm városában, a környéket hermetikusan lezárták a forgalom elől. A diákok sietve hagyták el a környéket, miután lövések dördültek el az egyetem épületében. Egy fegyveres nyitott tüzet az intézmény hallgatóira és oktatóira. Az ablakokon ugrottak ki a diákok az egyetemi épület első szintjéről, a magasabb emeleteken azonban sokan fogságba estek. Szemtanúk szerint több tanteremben elbarikádozták magukat a diákok, mi alatt a fegyveres válogatás nélkül lövöldözött a folyosókon. A nyomozó hatóság hamarosan bejelentette, a rendőrségi akció során megsebesítették és előállították a merénylőt, aki az egyetem diákja volt. Azt egyelőre nem tudni, miért nyitott tüzet. A nyomozók hozzátették, az áldozatok száma 8-ra emelkedett és soka sebesült. Az orosz média egy 18 éves, első éves hallgatót nevezett meg elkövetőként. Közösségi oldalán több olyan fénykép is van róla, amelyeken fegyverekkel látható. Az aggódó szülők a kampusz bejáratánál gyülekeztek. Volt, aki zokogva ölelte magához gyermekét, amikor meglátta. Körülbelül 60-an voltunk a teremben, bezártuk az ajtót és elbarikádoztuk magunkat, mondta az egyik túlélő. A permi határterület fővárosa a Káma folyó két partján fekszik, több mint 1 millióan élnek itt. A permi állami egyetem Oroszország egyik legrégebbi egyeteme, 1916-ban alapították, ez volt az Urál vidékének első felsőoktatási intézménye. Szerte Oroszországból és a posztszovjet térségből évről évre diákok ezrei érkeznek ide, hogy megkezdjék tanulmányaikat. Elkezdődött az Egyesült Államok és Mexikó határán felgyülemlett, több mint 12 000 migráns elszállítása. Több mint 3 000 bevándorlót már vissza is vittek Haitire. Az amerikai hatóságok átmenetileg lezárták az Egyesült Államok és Mexikó közötti határt, amíg ott lévő migránsokat pedig lovas rendőrök próbálják megakadályozni, hogy bejussanak az országba. Már több ezer illegális bevándorlót szállítottak el az amerikai határőrség repülőgépével a texasi-mexikói határól. Vasárnap kezdődött meg a migránsok kitoloncolása, és várhatóan néhány napig eltart, amíg mindenkit elvisznek. Az elmúlt két napban megközelítőleg 3300 migráns szállítottunk el. Terveink szerint az elkövetkező napokban növelni tudjuk a kitoloncolás ütemét, mondta az amerikai határőrség vezetője, hozzátéve, az Egyesült Államok megbeszélést folytat a származási és tranzitországokkal, hogy fogadják vissza az embereket.
Az elmúlt héten 12 ezeren gyűltek össze az Egyesült Államok és Mexikó határán fekvő texasi Del Rio városban, a két országot összekötő autópálya híd alatt. A település polgármestere rendkívüli állapotot hirdetett a nagyszámú illegális bevándorló miatt, és arra hívta fel a figyelmet, hogy a város nem tudja ellátni az összegyűlt embereket, akik már sátortábort is állítottak. A migránsok többsége Haitiból érkezett, de van közöttük kubai, venezuelai és nicaraguai is. Mindannyian gyalogkeltek át a Rio Grande határfolyón. Vasárnap az amerikai hatóságok lezárták az átkelést a Del Rio-i nemzetközi hídon, a határőrség pedig lovas rendőrökkel próbálta megakadályozni, hogy a migránsok folytassák az átkelést a határfolyón. Helyi idő szerint vasárnap hajnal óta nem voltak újabb átkelési kísérletek amerikai területre. Eközben Haitire meg is érkezett a kitoloncoltak első csoportja. Az ország migrációért felelős koordinátora azt mondta, ezek az emberek nem maradnak sokáig Haitin. Hiába van nekünk itt nagy, jól felszerelt befogadóközpontunk, nem akarnak ide bejönni, mindent elutasítanak, mert nem akarnak itt élni, mondta a migrációs szakember, aki szerint sokan nem adják fel, és ismét útra kelnek, hogy bejussanak az Egyesült Államokba. Joe Biden amerikai elnök még hivatal ideje legelején megszüntette elődje Donald Trump számos korábbi bevándorlási intézkedését, és humánusabb eljárást ígért a bevándorlókkal szemben. Ez pedig szinte meghívóként értékelte több ezer dél-amerikai. Közülük sokan azután indultak el hazájukból, hogy a közösségi oldalokon videók jelentek meg arról, milyen egyszerű menekült státuszért folyamodni az Egyesült Államokban. Joe Biden ugyanakkor érvényben hagyta a koronavírus járvány miatt bevezetett kitoloncolási szabályozást, amely most lehetővé teszi, hogy visszafordítsák a mexikói-amerikai határt illegálisan átlépő legtöbb migránst. Az elmúlt 20 évben nem próbáltak meg annyian törvénytelenül bejutni az országba, mint az elmúlt hónapokban. Az amerikai hatóságok júliusban 200 ezer, augusztusban pedig több mint 195 ezer migráns tartóztattak le az amerikai-mexikói határon. Itthon három embercsempészt és több nagyobb csoportban 85 migráns tartóztattak fel a rendőrök hajnalban Csongrád-Csanád megyében. Az albán, az osztrák és a moldáv embercsempészt előállították. Az illegális határátlépők többsége szírnek és afgánnak vallotta magát. Az elmúlt három napban összesen több mint 1000 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök és a katonák. A feltartóztatott embereket átkísérték az ideiglenes biztonsági határzáron. A múlt héten embercsempészés miatt 43 gyanúsított ellen indult eljárás. Az ország békéjének és biztonságának garantálásához önálló nemzeti képesség kell, amelynek megteremtése a nemzeti biztonsági stratégia feladata. Erről beszélt a honvédelmi miniszter egy konferencián. Benkő Tibor úgy fogalmazott, a kormány eltökélt abban, hogy Magyarország minden szempontból egy erős ország legyen. Hozzátette, erős Magyarország erős honvédség nélkül elképzelhetetlen. A térség meghatározó országává kívánunk válni, és mi azt akarjuk, hogy a romló biztonsági környezet ellenére Magyarország és a magyar emberek békében és biztonságban tudjanak élni. Ezt a célt szolgálja többek között a Nemzeti Biztonsági Stratégia, amely megadja az irányvonalat, amely megadja a területeket, amely meghatározza, hogy mely kihívásokra milyen válasz lehetőségekkel kell élnünk. A liberális mainstream, amely az egyik legkirekesztőbb ideológiai irányzat, véleménydiktatúrát épít. Erről beszélt a külgazdasági és külügyminiszter egy pozsonyi konzervatív konferencián. Szijjártó Péter hangsúlyozta, tényekkel alátámasztott valóság, hogy az Európai Unió gyengül. Sok nyugat-európai ország lakossága rendkívül mértékű pesszimizmussal tekint a jövőbe, mindez pedig a liberális mainstreamnek köszönhető. A liberális mainstream az egyik legkirekesztőbb ideológiai irányzat. Ugyanis, hogyha valaki nem ért egyet a liberális mainstreammel, akkor azt azonnal megbélyegzik, azonnal kirekesztik, azonnal európaiatlannak nevezik, azonnal intoleránsnak nevezik. A liberális mainstream tehát nem más csinál, mint vélemény hegemóniát, de mondhatnánk azt is, vélemény diktatúrát épít.
Átfogó megállapodást kötött a kormány a Magyarországi Baptista Egyházzal. A szerződésben egyebek mellett az egyház szabadságát, valamint közfeladatainak finanszírozását is garantálják. Hasonló megállapodást a közeljövőben a többi magyarországi egyházzal is köt a kormány. Szerződés, amit a Baptista Egyház és a kormány megkötött, biztosítja az egyház szabadságát és közfeladatainak finanszírozását. Hangsúlyozta Semjén Zsolt a megállapodás aláírásán. A miniszterelnök helyettes arról beszélt, a mozgalomnak kiemelkedő a társadalmi szerepvállalása. Mindig is nagy hangsúlyt fektetett a családra, a család pasztorációjára, a nehéz helyzetbe került családoknak a támogatására. Tehát a kormány család politikájával tökéletesen egybecseng a Baptista Egyháznak a szolgálata. A megállapodás lehetővé teszi, hogy a Baptista Egyház közoktatási, egészségügyi, segélyszervezeti szolgálata tervezhető, átlátható legyen, és minden érintettnek, ellátottnak a megelégedését szolgálja, emelte ki a Magyarországi Baptista Egyház elnöke. Pap János azt is mondta, hogy figyelik a világot megrengető változásokat is. Látjuk a különböző romboló hatásokat a házasság, a család, a gyermeknevelés és más területeken. Meggyőződésünk, hogy a bennünket is megteremtő Isten ért legjobban hozzánk az élethez. Az ő kijelentésére, a Bibliára alapozott életet és jövőt szeretnénk élni a családjainkban, közösségeinkben, és ezt akarjuk munkálni az élet minden területén. Annak ellenére, hogy napjainkban jellemző, hogy az emberek elfordulnak a vallástól, azonban bizonyítható, hogy egy erős demokrácia a vallásszabadságra épül, ahogy az erős gazdaságra, hangsúlyozta Elijah Brown, a Baptista Világszövetség főtitkára. A legújabb kutatások igazolják, hogy a legdemokratikusabb, legszabadabb társadalmak, a legerősebb gazdaságok ott valósulnak meg, ahol a vallásszabadság teret kap, emelte ki Elijah Brown. A főtitkár történelmi pillanatnak nevezte a megkötött megállapodást, és biztosította a kabinetet arról, hogy a Baptista Egyháza jövőben is szorosan együttműködik majd a kormánnyal. Az Európai Uniónak és Magyarországnak is az a célja, hogy 2050-re eljussunk oda, hogy senki nem hal meg közlekedési balesetben. Erről beszélt az innovációért és technológiáért felelős miniszter a Biztonság Hete országos rendezvénysorozat megnyitóján. Balkovics László azt mondta, Magyarországon tavaly kevesebb, mint 500-an haltak meg közlekedési balesetben. Kiemelte, a közlekedés automatizálását segítő kutatásfejlesztés, valamint a forgalomban résztvevők tudatosságát erősítő rendezvények hosszabb távon jótékony hatással vannak a biztonságra. Én azt gondolom, ezeknek az eszközöknek az együttes alkalmazása vezet majd ahhoz, hogy 2050-re valóban Magyarországon sem hal meg senki közlekedési balesetbe. Nem kivitelezhetetlen. Most én azt gondolom, hogy ez furának tűnik, de ha ezeket együtt tesszük, akkor valóban elérhetünk ideig. Vannak a világnak olyan országai, északai országok, olyan városok, ahol egy évben egy halálos baleset, egy halálos közlekedési baleset történik. Tehát nem megoldhatatlan ez a dolog. Én azt hiszem, hogy ez nekünk is fog menni. Országszerte 36 helyszínen tartják október elején az erőművek éjszakáját. Az érdeklődők közelről megnézhetik majd a berendezéseket, és idegenvezetéssel látogathatják meg az erőműveket, illetve fűtőműveket. Az energetikai hivatal elnöke szerint a program a fenntartható környezetről és a tudatos felhasználásról is szól, az érdekes technológiák és a látványos berendezések mellett. Az erőművek éjszakájának egyik kiemelt célja, hogy az energia és távhőtermelés kulisszatitkainak bemutatásával felhívjuk a figyelmet arra, hogy a természeti környezetünk védelme érdekében érdemes okosan és takarékosan bánni az erőforrásainkkal. Átadták Esztergom legújabb szállodáját. A Grand Hotel felső kategóriás minőségi szolgáltatásokat nyújtó 4 csillagos szálláshely, amelyben 149 szobával várják a vendégeket. A beruházás csaknem 10 milliárd forintból valósult meg, és 150 embernek ad munkát. Könnyid László, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgató helyettese arról beszélt, kiváló volt az idei nyár a hazai turizmusban. Egy-egy ilyen fejlesztés pedig nem csak a városnak és a régiónak, hanem az egész gazdaságnak lendületet ad.
40 új szálloda, 14 ezer magánszálláshely, 600 panzió, 114 strand. Ezek csak azok a keretszámok, amelyek nagyon jól mutatják, hogy ez az a turisztikai infrastruktúra mennyiség, amely megújul ezekben a napokban, hetekben, hónapokban, hiszen sorra kerülnek átadásra a felújított és megújult létesítmények. Ezzel párhuzamosan a kisfordi programban számtalan attrakciót fejlesztünk, kastélyak, várak és gyógyhelyek újulnak meg. A magyar vízipar volt a témája a köztársasági elnök Kék bolygó című podcast legújabb részének. Áder János Horváth Bálinttal, egy vízgazdálkodással foglalkozó cég ügyvezető igazgatójával beszélgetett. Szó volt egy olyan szennyvíztisztító technológiáról, amelynek segítségével a víz fertőzésmentesen visszaengedhető a folyókban. Áder János felhívta a hallgatók figyelmét a Planet Budapest 2021 fenntarthatósági expo és világtalálkozóra is, amelyet november végén, december elején tartanak a fővárosban. Nem csak a víz témájával foglalkozunk, hanem más témákkal is. Másrészt jóval nagyobb területen mutatjuk be a különböző megoldásokat. Harmadrészt nem csak Magyarországról, hanem a V4 országokból, tehát Csehországból, Szlovákiából és Lengyelországból is érkeznek majd kiállítók, és sokkal szélesebb spektrumát mutatjuk meg majd a fenntarthatóság problémájára irányuló megoldásoknak, mint ezt korábban tettük a vízvilág találkozón. Mától lehet regisztrálni az idei Teszed hulladékgyűjtő akcióra. Tavaly a járvány miatt elmaradt az esemény, két éve viszont csaknem 250 ezer önkéntes, több mint 3200 helyszínen 2400 tonna szemetet gyűjtött össze. Steiner Attila klímapolitikáért is felelős államtitkár azt mondta, a gyűjtéshez szükséges eszközökről és a hulladék elszállításáról idén is az Innovációs és Technológiai Minisztérium gondoskodik. Az idei Teszed akció október 18-ától 24-ig tart majd, regisztrálni pedig október 10-ig lehet. Az illegális hulladékokkal kapcsolatos harcot a klíma és természetvédelmi akcióterben már 2020-ban a zászlónkra tűztük, és ez is egy nagyon fontos eszköz annak, hogy minél több ember tudjunk mobilizálni annak érdekében, hogy sikeresen megtisztítsuk az országot. Zavarban van Karácsony Gergely, amikor a nyelvvizsgájáról kérdezik, erről ír az Origó. A portál egy videót is közölt, amelyben a főpolgármester nem válaszol a nyelvtudását és végzettségét érintő kérdésekre. Az oktatási hivatal vizsgálata szerint Karácsony Gergely szabálytalanul dolgozott a Corvinus Egyetemen a 2000-es években. Azt mondta a köztársasági elnökre, hogy piti tolva és hazudozó. Hát bocsánat, de hát most mit mondjak? Itt tartunk. Így ítélkezett Schmidt Pál volt köztársasági elnök doktori disszertációjáról egy interjúban Karácsony Gergely még 2012-ben. Ja Istenem, adjuk már ezt a hülyeséget tőle. És így, amikor saját botrányáról kérdezte a MediaWorks hírcentrum újságírója a főpolgármestert, hogy miként lehetett tanár segédje, majd pedig adjunktusa a Corvinus Egyetemnek, miközben sem a kinevezésekhez szükséges C-típusú nyelvvizsgával, sem pedig a szükséges doktorjelölti jogviszonnyal nem rendelkezett. Azt elismeri, hogy jogtalan előnyökhöz jutott? De nem jutottam jogtalan előnyökhöz, tekintettel arra, hogy egyetemi tanársegédként ugyanazt a fizetést kaptam, amit óraadóként kaptam volna. Tehát az ember nem azért tanít egyetemen, sajnos Magyarországon, mert ebből bármilyen előnye van, hanem azért, mert szeretne tanítani. Csak ön nem taníthatott volna. De taníthattam volna, csak más jogi viszonyok között az egyetem ezt elszúrta. Karácsony Gergely egy hete még azt állította, egyetemi oktatóként ugyanazt a fizetést kapta volna, mint amit tanársegédként. Ám a főpolgármester arról hallgatott, hogy csak 2004 és 2008 között töltötte be ezt a pozíciót. Utána 4 évig már adjunktusként tanított. Nem érezte fontosnak, hogy bemutassa a nyelvvizsgáját vagy a papírokat? Ha megjelenik, akkor csinálom, ami a dolgom, mert kampányolok például. Jó reggelt, szia! Nem kíván válaszolni ezekre a kérdésekre, továbbra sem. Szia! Jó reggelt! A balliberális politikus a személyét érintő kényes kérdések megválaszolását következetesen kerüli, helyette inkább idegesen nevet Gél. Ezt tette akkor is, amikor újból feltették számára, hol a nyelvvizsgáját igazoló dokumentum. Nyelvvizsgáit miért nem mutatta be? Vényre megyünk, ne haragudjatok! Nyelvvizsgáit miért nem mutatta be, főpolgármester úr?
Az ügyben az oktatási hivatal is vizsgálatot folytatott. Ennek eredményét a benfentes.hu oknyomozó portál a közelmúltban hozta nyilvánosságra, amiből kiderült, Karácsony Gergelynek nem volt meg a megfelelő képzettsége, így jogszerűtlenül alkalmazta őt a Corvinus Egyetem a 2000-es években. Miért késett napokig azzal, hogy bevallja, hogy nincs doktoria? Szerintem álljon meg egy percet. A főpolgármester korábban azt is mondta, azért nem sikerült megírnia a doktori disszertációját, mert a PhD képzés megkezdését követően hamarosan aktív politikus lett, a kettőt pedig egyszerre már nem bírta. Átadták a Bárányfelhő Svábhegyi Református óvodát a főváros 12. kerületében. Az átadón részt vett Orbán Viktor miniszterelnök is, aki egy videót is közzétett az ünnepségről a közösségi oldalán. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter pedig arról beszélt, a kormány elkötelezett a magyar családok támogatása mellett. 2010-20 között az óvodai férőhelyek számát 16 ezerrel emeltük. 2010 óta bővítettük, felújítottunk és korszerűsítettünk 1885 óvodát. Jelenleg további 974 óvoda felújítása van folyamatban. 2020-21-es tanévben az óvodákban egyébként 246 ezer gyermek, az óvodások 76%-a ingyenes étkeztetésben részesült. Fölényes győzelmet aratott az orosz kormánypárt a hétvégi parlamenti választáson. A szavazatok mintegy 50%-ával megtarthatja eddigi alkotmányozó többségét, és a parlamenti mandátumok háromnegyedére számíthat. Az ellenzék csalást kiáltott, a választási bizottság szerint azonban nem történt visszaélés. Az orosz elnök nevét skandálta a Moszkva polgármestere a választás éjszakáján tartott eredményváró rendezvényen, miután a kormányzó Egységes Oroszország párt kihirdette győzelmét. A szavazatok 80%-os feldolgozottságánál a Vlagyimir Putyin orosz államfőt támogató párt a voksok mintegy 50%-ára számíthat. Ez azt jelenti, hogy a párt újabb 5 évre megőrizheti alkotmányozó többségét a parlamentben, ahol a mandátumok mintegy háromnegyedére számíthat. A második helyen a kommunisták végeztek, minden ötödik szavazatot a szovjetek ideológiai örökösei kaptak. A harmadik helyen a voksok mindössze 7,5%-ával a liberális demokrata párt áll, őket egy jobboldali pártszövetség követi, amely szintén Vlagyimir Putyin orosz elnök politikáját támogatja. Az új emberek liberális formációja alig több mint 5%-os támogatottsággal éppen hogy megugrotta a parlamenti küszöböt. Az ellenzék azonban választási csalással vádolja a hatóságokat, szavazatvásárlásról és láncszavazásról beszélnek. A Központi Választási Bizottság elnöke azonban visszautasította a vádakat, az intézménynek nincs tudomása jelentős incidensről. Szigorítottunk a szabálytalanságokért járó büntetéseken, és teljesen átláthatóvá tettük a rendszerünket. A lehető legjobb körülményeket teremtettük meg a megfigyelők számára, és a lehető legliberálisabb sajtóakkreditációs rendszert vezettük be, mondta Ella Alexandrovna. Nem mindenhol zajlott azonban zökkenőmentesen a szavazás. Az egyik szentpétervári szavazóhelyiségben dulakodás tört ki, egy férfi felborította az urnákat és a teremben szétszórta a szavazó cédulákat. A rendbontót a helyszínen őrizetbe vették. Nyilvánosságra hoztak egy másik felvételt is, amin az látszik, hogy egy férfi az orosz zászló mögé bújva titokban szavazatokat helyezett az urnába. A világ legnagyobb, 11 időzónán átívelő országában 3 nap alatt több mint 100 millió ember adta le voksát, közülük mintegy 2,5 millióan online szavaztak. Folyamatosan löveli ki magából az izzó lávát egy La Palma-i vulkán, amely vasárnap délután tört ki a spanyol szigeten. Hatalmas a hamufelhő a sziget felett, a tűzoltók igyekeznek eloltani a lángra lobbant fákat. Már kiadták a vörös riasztást és megkezdődtek a kitelepítések. Akár 10 000 embernek is el kell hagynia az otthonát. A hatóságok egyelőre nem tudnak sérültekről.
vörösre festette a táját a Cumbre Vieja vulkánból kilövellő láva a Spanyolországhoz tartozó La Palma szigeten. Vasárnap délután hatalmas robbanással kezdett hamut, füstöt, lávát és szikladarabokat lövelni a vulkán, majd a kitörések egész éjszaka folytatódtak. Az izzó láva széles csatornákat vájt a hegyoldalban, elpusztította az elszigetelt házakat, és lassan, de biztosan a tenger felé vette útját. A hatóságok még az éjszaka folyamán több mint 1000 ember telepítettek ki a sziget déli részén fekvő El Paso térségéből, de a polgárőrség szerint akár 10 000 lakos kilakoltatására is szükség lehet, még mielőtt a láva eléri a sűrűn lakott tengerparti házakat. Hétfőn már 5000-en kényszerültek elhagyni az otthonukat, köztük 500 turista. A hatóságok lezárták az utakat, és autóval járva a környéket, hangos bemondókon szólítják fel a helyieket, hogy csomagoljanak össze, készítsék össze az irataikat és gyógyszereiket, hogy gyorsan indulni tudjanak, ha elrendelik a kitelepítést. Eddig nem érkezett jelentés sérülésekről. Nagyon félek. Bár figyelmeztettek minket, de nem számítottunk rá. Egész éjszaka földrengések voltak, mondta egy nő. Közvetlenül a vulkánkitörés előtt egy 4,2-es erősségű földrengést regisztráltak, az elmúlt napokban pedig több ezer szeizmikus rengés volt érezhető. A talaj is több helyen megemelkedett, ami arra utalt, hogy láva készül a felszínre törni. Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök lemondta amerikai útját, és az éjszaka a szigetre utazott. Elegendő emberünk van a terepen, és bármilyen típusú rendkívüli helyzetet tudunk kezelni. Jelenleg szorosan figyelemmel kísérjük a kitörés következtében fellépő tüzeket, de bevetettük a tűzoltókat és a katonai vészhelyzeti egység tagjait is, mondta Pedro Sánchez. A 83 000 lakosú La Palmán utoljára 1971-ben volt vulkánkitörés. Akkor egy másik vulkán 3 héten át lövelt lávát a magasba, és egy ember meghalt. A Korona kapta a legjobb drámai sorozat, a Ted Lasso a legjobb vígjáték sorozat, a Vezércsel pedig a legjobb mini vagy antológiai sorozat díját a 73. Emmy gálán. A helyi idő szerint vasárnap este Los Angelesben megrendezett ceremónián a Netflix a brit királyi családról szóló sorozatával, a Koronával 7, köztük a legjobb színésznőnek és színésznek járó Emmyt szerzett, a Vezércsel című sakkdrámával pedig 2-t. Az Apple TV Plus sorozata, a Ted Lasso pedig 4 díjjal távozott a gáláról. Újabb csúcstámadásra készül a nagyváradi hegymászó Varga Csaba. A mostani akcióban a cél a világ 7. legmagasabb csúcsának meghódítása a Himalájában. Varga Csaba pénteken elérte az alaptábort, majd a tervek szerint holnap indul az 1-es, illetve a 2-es alaptáborba. Az aklimatizálódás után indul neki a 8167 méter magas csúcsnak, amelyet eddig egyetlen magyar hegymászónak, Erős Zsoltnak sikerült elérni, pótlólagos oxigén és teherhordók nélkül.